boldog Isten gyülekezetét. Itt jársz a pártin, Uram, egy imaházzal, kis buszokkal, Uram, áld meg ezt a nyájadat. Atyám, a Jézus nevében. Amen. Amen. És minden tanyát verhetett. A mágia, a betegség, az átok, minden. De mennyivel inkább uralkodnak azok, mi és ti? Az egy Jézus Krisztus által, akik a kegyelemnek és az igazságnak bővölködésében részesültek. Nem egy kicsi igazságot kaptál, bővölködsz benne. Bele vagy mártva abba az igazságba. És akkor térdre estem. Elkezdtem imádkozni. Nem tudtam, mennyi időn keresztül kell imádkoznom a feleségemért, mert el akart válni. De tudtam, hogy az Úrnak az büdös, az nem jó illat, ha én elválok. Azt mondtam, Uram, végigharcolom. Ha te végigharcolod és megnyertél engem, én végigharcolom a telemetben, és megnyerem az én feleségemet és a gyermekeimet. Amen. És térdeltem a konyhában, a Metlakin. Most burkolják a konyhánkat, annyit térdeltem. Kikopott a kő. De a feleségem az Úré. Amen. Tudjátok, volt egy temetésem. És eljött erre a temetésre. De ez a temetés, ez nem olyan temetés volt, aki mindenki várt, mert 26 évesen két szívinfarktuson voltam túl, de 28 évesen el is temettek. Egy nagy medencében, a Jézus nevében megmerítettek. Egy feljelentős temetés volt. És nem haltam meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak hatalmas dolgait. Sötétségből a világosságra hívok. Az, amelyik ma, ha kötelékben majd megszabadít téged. És ott a feleségem azt mondta, hogy bizonyságot tettem, és elmondtam azt, amit most nektek. Azt mondta, hogy Uram, érzek valamit a szívemben, és elmondta a megtérő kimáját. És átadta az ő életét az Úrnak. És az Úr, mint pecsétet, ami házasságra nyomott egy gyermeket. Kaptunk egy gyermeket az Úrtól, és elneveztem Nátánnak. Nátánnak pontosan, Nátánnak.
proféciákat kaptunk rá. Ő lesz Isten nagy embere, evangélista lesz. Amen. És azért lett Nátánael a neve, János evangélium első részében Jézus Krisztus találkozik Nátánaellel. És mert láttalak téged Nátánael a fügefa alatt. Szeret, látom te vagy Isten fia. Megmondtad a nevem, azt mondja Jézus, látsz tenni nagyobbakat is. És az én fiam fog enni nagyobbakat is látni. Amikor megszületett, és én is megszülettem, újjászülettem, akkor úgy álltam, mint Isten erős harcosa. Úgy éreztem magam, mint aki föl van fegyverkezve, az Efézus 6-ot nagyon szeretem. Föl vagyok fegyverkezve, itt a hit kardja az oldalamon, biztos látjátok, alig tudok tőle lépni. Hatalmas pajzs van a kezeimen. És ott álltam, hogy én vagyok Isten nagy embere. Ellenállok az ördögnek és elfut. De jó. És akkor a kisfiamat elvittük egy vizsgálatra, és azt mondták, hogy gyógyíthatatlan beteg Lukas a szíve. Gyógyíthatatlan beteg VPV szindrómája van. Álljanak a kiságya fölött és nézzék azt, hogy mikor lesz rosszul, mikor sápad el, és azonnal szaladjanak, mert meg fog halni. És akkor az én feleségem azt mondta, hogy ha megköszönt a doktornőnek, köszönöm, hogy foglalkozik az én gyermekemmel, de Isten az, aki gyógyít. Amen. Én Istenben hiszek! Amen. Én meg föltettem a kérdést, hogy Istenem miért? Miért van ez? Nem láttam tovább az orromnál. Tudtam, hogy ellene kell állni az ördögnek, de nem láttam tovább az orromnál. Bekerültek a kórházba, a Heimbach kórházba. 3 hetet töltöttem a 2 gyermekemmel otthon egyedül. Amit ők nagyon élveztek néha, mert ehettek mondjuk csokis chipset földvirslivel, hogyha éppen nem volt kenyér, ugye nem tudtam úgy főzni. Közel kerültem hozzá, hogy Isten felhasználta ezt valami jóra, de mindig nem értettem azt, hogy imádkozok betegekért. Fogalmam sincs, hogy olyan betegségeket imádkoztam, azt sem tudtam, hogy mi az, de meggyógyulnak az emberek, az én fiam meg halálos beteg. Hogy lehet? És bent a kórházban végignézték. Végignézték azt, hogy a feleségem nap mint nap ráteszi a gyermekre a kezét. Végignézték, megérték az igét, ahogy ő imádkozik, és nem adja fel a harcot, és kijelenti, hogy ő egészséges. Mert az 1 Péter 2.24 azt mondja, hogy ez a bűneinket maga vitte föl testében a fára, hogy mi a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, és az ő sebeiben gyógyultatok meg! Testvéreim, helyes igeidőnek kell jönni, meg vagyunk gyógyulva, és most igénybe fogjuk venni a Jézusnak a nevében. És egy ilyen szép nyári napon bementem abba a kórházba, lent volt mindenki az udvaron, nagyon sokan voltak, tömve volt az udvar, nagyon sok volt a beteg. És bementem ebbe az udvarba, az én családomhoz, imádkozgassak az én gyermekémért, könyörök, tudom, gyógyíts meg, nem értem a hatalmammal. És akkor egyszer csak azt látom, hogy szalad egy hölgy kezében, egy csecsemővel. Fut oda hozzám. Nővér szalad utána, hogy ne vigyél ki a keményt! Ez a kisgyermek 1,5 éves volt, 9 hete volt bent a kórházban, hideg zsíroldót ivott ez a gyermek. Szétmarta a nyelőcsövét, a zsírszöveteket. Olyan volt a nyelőcsöve, hogyha egy tépes falatot evett volna, szétszakadt volna. És ez az anyuka megáll, aki végignézte, hogy a feleségem ráteszi a gyermekre a kezét, és beszélgetett is vele. Azt mondta, te vagy az Anitának a férje? Igen, azt akarom, hogy imádkozz a gyermekemért. Isten nagy embere, ott állt, remegett. Életemben nem féltem annyira, mint akkor. Azt mondtam, hogy Uram, miért? Hát én olvastam Reinhard Bonnkéről, Kenneth Hagiről, de ők nincsenek itt. De azt mondta az Úr, hogy én itt vagyok, és te itt vagy. Én itt vagyok, és te itt vagy. És meg fog történni itt a csoda. Amen. Mert az a főníciai asszony odajött hozzám, átverekedte magát a tömegen. És megragadta az én ruhámat, és el nem engedte addig, amíg meg nem gyógyult. És ez a nő itt van az ő gyermekével a karján, és fogja az én ruhámat, és el nem megy tőled addig, amíg nem imádkozol érte. Összeszedte minden hitemet. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És egy icike-picike mustármagnyi hit beleugrasztja a hegyeket a tengerbe. Rátettem ennek a gyermeknek a nyakára a kezemet, semmit nem tudtam még akkor ezekről a dolgokról, és imádkoztam, hogy a názereti Jézus Krisztus nevében gyógyulj meg! Gyógyulj meg! Tudom, Uram, hogy hatalma van a kígyókon és a skorpiókon, és parancsoltam a szöveteknek az élő Isten nevében, hogy álljanak helyre. Ez volt szerdán. Állt egy volt drogos kamiontolvaj, alvilági ember, aki a rendőrök elől menekült, aki még rajta volt a por, ahonnan az Úr fölemelte, és imádkozott egy betegért. És pénteken hajnalban csörgött a telefonom. A feleségem volt, sírt, még a kórházból telefonált. Mondta, hogy a Kevinről van szó. Mondta, hogy mi a baj. Mondta, hogy elengedték.
Hova? Hazaengedték. A zárójelentésre ennyit írtak, hogy orvosi csoda történt, ennek a gyermeknek helyreállt minden egyes szövet a torkában. Názáreti Jézus nevében, és én engedelmes voltam, és végig küzdöttem. Végig harcoltam, és megláttam az Úrnak a dicsőségét, mely rajtam is feltámadt, és bennem van az Úrnak az ereje, és bennetek is, bennetek van az Úrnak az ereje. És megjutalmazott engem az Úr. Mert ez az ige így folytatódik, ugye, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert Isten színe elé járni, hinnie kell, hogy ő létezik. De történik valami. Megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Megjutalmaz, és jutalmat kaptam, mert ugyanabban a pillanatban az én kisfiam szívén a luk eltűnt. Abban a pillanatban a VPV-szindróma eltűnt. Minden dicsőség Krisztusé, minden dicsőség Krisztusé. Ezek nem ingyen voltak, ezek a dolgok. Ez a család után átadta az életét az Úrnak. Tudnak, ezt így járnak egy szabad keresztény gyülekezetben. Megtért az édesanyja, az édesapa, a nagymama, a nagypapa, és nem tudom hány testvér, nem tudtak elmenni Isten dicsősége mellett. Ez megtörtént. És én várom minden alkalommal, nem tehetek más, hirdetem Isten igéjét, elmegyek és elmondom, hogy mit tett velem az Úr. Milyen nagy dolgokat cselekedett. És imádkozom emberekkel, és látom, hogy gyógyulnak, ahogy Isten leszaggatja a láncokat, ahogy felemeli őket a porból. És hiszem, hogy ezt majd meg fogjuk látni. Amen. Amen. Fogadjátok Jánosi felett. Az Úr Jézus azóta rengeteg csodát adott, amit együtt átélhettünk. Most nemrég július 1-én Nagyatádon szolgáltunk, és ige hirdetés közben, miközben azt mondtam, hogy Isten meggyógyítja az izületi fájdalmadat, egy hölgy 3 perccel később elkezdett kiabálni. Szóval föl tudom emelni a vállamat, és azt mondta, hogy nem tudta megmozdítani a vállát. Hiszem, hogy Isten meg fogja adni ma is azt, hogy meglátjuk az ő erejét és hatalmát. Szeretném Isten igényét hirdetni, Jézusnak a csodáját, és arról beszélni, hogy Isten azért jött, hogy ajándékot adjon neked. Azért jött, mert annyira szeret az Isten téged, hogy ajándékot ad neked. És ezt mondja az Isten igéje, János Evangélium a 17. részében. Az Úr Jézus maga mondja, hogy... Az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ letétele előtt. Amen. És azt mondja az Isten igéje, én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból való, mint ahogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszéltem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban. Amen. Isten igény azt mondja, hogy örök életet ad neked Jézus Krisztus. És egy történetet szeretnék csak nagy vonalakban elétek tárni egy asszonyról, aki nem tudta azt, hogy kivel áll szemben. Azt hitte, hogy egy közönséges turistával találkozott. És ez az asszony nem akárkivel találkozott. Egy szomjas turistával. Ő azt gondolta, hogy egy szomjas turistával találkozik, aki ráadásul még férfi is volt. János Evangélium a 4. részében olvashatjuk az Isten igéjét, amely arról beszél, hogy Jézus nem került el Samáriát. Samáriát mindenki utálta, Samáriáról mindenki úgy beszélt, hogy jaj, oda ne menjek, a szörnyű hely, Samária, oda nem megyek. Még hajlandóak voltak nagy kerülőt is tenni, csak azért, hogy ne kelljen átmenni Samárián. Nem tudom, milyen híre van Jászapátinak, de azt tudom, hogy milyen híre van Ercsinek, ahol lakok. Hogy azt mondják az emberek, hogy átkerülök, és nem megyek Ercsibe. Mert az nálunk a szabály, hogy ami nincs 20 centire lebetonozva, az nem elég, hogyha csak 19-re, mert azt tutira ellopják. De Jézus által megy Samárián is. És ott leül egy kútnál. És ő tudja a megfelelő időzítést, hogy miért kell neki a kúthoz ülnie. Azért, mert jön egy asszony, aki a legnagyobb melegben jön, hogy titokban vizet merítsen, hogy senki ne lássa azt, hogy ő vizet hoz. Szégyenében, majd olvashatunk róla, hogy miért szégyelhette magát. Jézus az utazástól elfáradva,
leült a forráshoz, s jött egy samáriabeli asszony vizet meríteni, mondanék Jézus, adj innom! Ez a turista megszólalt, egy szívességet kér egy asszonytól, férfi létére. Hasonló volt abban a kultúrában is, hogy egy asszonyt nem sokra becsültek. Azt mondták, mit akar ez az asszony? Férfiak nem beszéltek sokszor az asszonyokkal. Nem tartották magukat elég méltónak, hogy egy asszonyal szóba álljanak. És ebben a kultúrában, Jézus nem a kultúrával foglalkozik. Nem azzal, hogy neki mit kéne tenni, hanem Jézus egyet tesz. Megszólítja ezt az asszonyt, és azt mondja, asszony, szomjas vagyok, tudnál nekem inni adni? Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. És mondanék ki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, kis samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoztak a samáriakkal. Felelte Jézus, mondta neki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és ki az, aki azt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Jézus tovább megy, azt mondja, figyelj, itt a kútnál miről beszélgessünk? Beszélgessünk a vízről. De azért jöttél, hogy vizet merítsél. Én tudok neked vizet adni. Azt mondja ennek az asszonynak, tudok neked vizet adni. De előtte Jézus kér vizet ettől az asszonytól. Azt mondja, adj innom. És erre azt mondja, hogy beszélhetsz velem? Hiszen én samáriai vagyok, ráadásul még asszony is. Leértékelt, utált volt, hogy miért ez majd mindjárt ki fog derülni a történetből. De csak azt látja, hogy ez a zsidó turista, ez azt mondja, hogy adjál nekem vizet. De ez a zsidó turista tovább megy, mert annyit mond, ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor te mondtad volna, hogy adj nekem abból a vízből, amit te tudsz adni. És ez az asszonyt így ledöbbenti, azt mondja, hogy tudnál nekem vizet adni? Kucs! Itt a kút is mély, vödör sincs nálad, mivel adnál nekem vizet? Nem tudta azt, hogy Jézus másféle vízről beszél. Nem tudta azt, hogy nem kútból való vízről, hanem az örök életnek a vizéről, amit olvastam. Hogy az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül élő Istent, és a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Ez az örök élet. Erről beszélt a samári asszonynak. Csak akkor még nem tudtam, mert azt hitte, hogy egy turistával beszélget, aki épp szomjas. De megyek tovább a történetben. És azt mondta az asszony, hogy hát te kér, adsz nekem vizet. És Jézus azt mondta, tudod mit? Nem csak neked adok ebből a vízből, adok a te férjednek is. Az asszony gondolta, hogy hát mit mondjak, messziről jött ember, úgyse ismer, úgyse tudja, hogy ki vagyok, hisz ő csak egy turista. Még hazudhatok is. És azt mondja, ez az asszony, hogy nincs férjem. Csak a zsidó turista, az Isten emberre, Isten fia, az Isten testélet igéje, aki elől azt mondja, az Isten igéje, hogy semmi nincs elrejtve az Úr előtt. Mindent lát, azt is, amit titokban cselekszel. Volt egy kisfiú, aki ment az édesapjával, mentek lopni, és miközben ment a lopni, tanított az édesapa, hogy fiam, hogy kell lopni, menni. És ment a fiú, mondta az apa, gyere, kövess engem! Nézzünk jobbra, nem lát senki. Nézzünk balra, nem lát senki. Hátra nézünk, nem lát senki. Nézzünk előre, nem lát senki. Mert a kisfiú megszólal, édesapám, fölfelé nem néztünk, a Jóisten lát bennünket. Sokan elfelejtik azt, hogy Isten mindent lát. És tudjátok, mit tudott ez a turista? Azt, hogy ez az asszonynak megmondja az igazat. Azt mondja, asszony, figyelj, én ismerlek téged. Nem csak azt a Nátánelt ismerte. Nem azt mondja, tudja Isten, hogy mi van az embernek a szívében. Nem kellett, hogy őt kioktassák. Szentlélek azonnal megmondta. Leleplezte a bűnöket, és ő ezt ennyit mondott. Igen. Igen, nincs férjed. Azért, mert 5 férjed volt, és akivel most együtt élsz, az nem a férjed, az a vadházasságban vagy. Abban a pillanatban azt mondja, hát hogy? Egy turista nekem megmondja azt, hogy milyen házassági problémáim vannak? Megmondja azt, hogy 5 férjem volt, és ráadásul igaz, hogy 5 férjtől már elváltam, és most a 6. akivel élettársi kapcsolatban vagyok, valójában nem a férjem, és szégyelte is ezt az asszony, megvetették ezt az asszonyt, nem is beszéltek vele, de Jézus nem ezzel foglalkozott, hogy kivetette meg ezt az asszonyt, hanem tudta, hogy ez az asszony szomjas.
És azért ment oda a kúthoz, hogy ő kérjen vizet, és azt olvassuk, hogy azt nem tudjuk, hogy Jézus kapott-e vizet. De majd mindjárt meglátunk, hogy ki ívott a kútnál, és mit kapott. És képzeljétek el, azért, mert ez az asszony ívott ebből a vízből, amiről Jézus beszélt, hogyha ismernéd az Isten ajándékát, te kérted volna, hogy adjon neked ebből az élő vízből. Ez az asszony, utána miután megváltozik az élete, ez az asszony miatt egy egész város megtér. Mert azt mondja, hogy látni akarjuk ezt a Jézust. És oda megy ez az asszony, és azt mondja, gyertek, mert ez a Jézus mindent elmondott, amit én cselekedtem. Ilyen Jézus. Tudja te titokban lévő cselekedeteidet is. Tudja azokat a dolgokat, amiről azt akarod, hogy még a feleséged sem tudjon, vagy a Roland mondta, hogy nem akarta, hogy kiderüljenek az ő titkai. Azt mondja az Isten igéje, hogy Isten a szíveket vizsgáló Isten, aki előtt nincs titok. A titkok az Úré, de a kinyilatkoztatás a mieink és a mi fiainké. És azt mondja az Isten igéje, hogy ez az asszony tovább ment, és azt látta, hogy ez az ember, ez a zsidó turista, tudja az Istennek a dolgait, jártas az Isten igéjében, bizonyára próféta. Látta, hogy próféta, mert azt mondja, megmondta nekem azt, amit ő nem tudott, hogy nekem 5 férjem volt, és most, akivel együtt élek, az nem a férjem. Bizonyára próféta. Volt az életemben is, amikor odajöttek az én barátaim, odajöttek az osztálytársaim, és azt mondták, Isten mindenható? Igen. Minden tudó? Igen. Az volt a kérdésük. Akkor tud-e akkora hegyet teremteni, amit ő maga sem tud megemelni? És abban a pillanatban éreztem, hogy sok nekem ez a kérdés, nem tudok rá válaszolni, bármit mondok, ugyanolyan, mint Jézustól kérdezték, hogy kell-e adót fizetni, és bármit mond, nem jó a válasz. És azt mondta, Istenem, adj nekem választ! Adj nekem választ! És hogyha te Istenhez kiáltasz, és kéred tőle a választ, akkor ő válaszol neked. És akkor bementem, akkor még középiskolás voltam, és kértem Istent, Istenem, adj bölcsességet, adj, hogy tudjak válaszolni ennek a srácnak. És oda mentem hozzá, és azt mondtam, igen, a mindenható Isten, aki mindenható, mindent meg tud tenni, tudott olyan hegyet teremteni, amit nem tud megemelni. És hát a srác már majdnem ujjongott, hogy akkor, jaj, de jó, akkor engem csőbe húzott. Abban a pillanatban Isten lelke adta tovább a folytatást. És azt mondtam, hogy ez a hegy a te szíved, amit ugyan Isten teremtett, de a te akaratod nélkül nem fog tudni megmozdítani. De a mai napon, itt ebben a sátorban, a te hegyed, ha te is akarod, Isten akarja, hogy ez a hegy megmozduljon. Akarja azt, hogy a te tönkrement életed a mai napon helyre álljon, és akarja azt, hogy a te családod ne átok alatt legyen, hanem az áldás jöjjön be a te családodba. Ezt akarja az élő Isten. Ezt akarja. És akkor ez az asszony azt gondolta, hogy hát tudja azt, hogy 5 férjem volt, most amivel együtt élek, az nem a férjem. Mi lenne, hogyha egy kicsit terelnénk a beszélgetést, itt egyre kényesebb dolgok jönnek elő. Végén itt olyan dolgokról fog kérdezni ez a próféta, mert most már nem zsidó turista, most már ő a próféta. Azt mondja, hogy talán fölkérdez arról, hogy mit csináltam tegnap este, vagy hányszor csaltam meg a férjeimet, vagy megkérdezi azt, hogy mit tettem a pénzemmel, vagy bármi. Itt jöhetnek elő kényes kérdések. Ez az asszony kicsit furfangosan azon gondolkodik, hogyan lehetne terelgetni a beszélgetést valami más irányban. És azt mondja, ha te Isten embere vagy, próféta vagy, akkor meg tudod mondani, hogy hol kell imádnunk az Istent. És azt mondja, ti azt mondjátok zsidók, hogy Jeruzsálemben kell imádni az Istent, mi meg itt egy hegyen imádjuk az Istent, ki csinálja jól? És ilyen egy vallási kérdés, hol imádjam az Istent? És amit a győző is beszélt, hogy Isten temploma, ti vagytok. És Isten templom, Isten imádata nem helyhez, hanem szívhez kötött dolog. És azt mondja az Isten igéje, hogy Jézus így válaszol, ezt mondta Jézus, hogy nem ezen a helyen, de nem is Jeruzsálemben. Se itt, se ott. Hanem azt mondta Jézus, hidd el nékem, eljön az az Úr, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádják az Atyát. Ti azt imádjátok, mit nem ismertek. Mi azt imádjuk, mit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön a
az óra és az most van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádói. Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Erre a válaszra az asszony nem tud mást mondani, csak ennyit mondani ki az asszony. Tudom, hogy majd eljön a Messiás. Tudom, hogy majd eljön a felkent. Tudom, hogy eljön majd a szabadító. Tudom, hogy eljön majd az, aki megszabadít engem a bűneimből, megszabadít a szégyenérzetemből, és megszabadítja az én tönkrement életemet. Tudom, hogy eljön a szabadító, és akkor az megjelent nekünk mindent. És akkor a zsidó turista, akire azt gondolták, hogy a próféta, bemutatkozik, és ezt mondja, mondanék ki Jézus. Én vagyok az, aki veled beszélek. Azt mondta Jézus, én vagyok a Messiás, én vagyok a te szabadítód. És azt mondja az Isten igéje, hogy mindaz, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, az megmenekül. Bármilyen problémában lehetsz, bármilyen nehézségben lehetsz. Lehetsz anyagi nehézségben, fizikai problémában, lehetsz mások által megátkozott, lehetsz bármilyen problémában. Jézus Krisztus győzött a Golgotai kereszten minden probléma felett. És amikor ő azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor elvégeztetett. Akkor az ki van fizetve. És Jézus azt mondja ma neked. Miért a problémád nagyságát nézed? Miért azt nézed, hogy mekkora a te problémád? Nézd meg, hogy mekkora a te Istened. Dávid nem Góliát nagyságát nézte. Nem azt nézte, hogy milyen hatalmas Góliát. Nem azt mondta, hatalmas az én Istenem, és Góliát mellette törpe. Ha így látod a problémádat, így látod a betegségedet, így látod a bűneidet, így látod a tönkrement házasságodat, így látod azokat a munkanélküliségedet, mint Góliátot. Te azt mondod, hogy ez a probléma, ez nem azért van, hogy engem megöljön, hanem azért, hogy én megegyem. És azt mondta Káleb, olyanok, mint a kenyér, megeszem. Lásd így a problémáidat, mert Jézus Krisztus megette a legnagyobb problémát. Tudélik azt, akinek hatalma volt a halálon, az ördögök. Lefegyverezte a fejedelmségeket, és őket bátran mutogatta, és azt mondja az Isten igéje, hogy megszabadított azokat is, akik egész életükben a haláltól való félelem miatt rabok voltak. Ma rengeteg ember a félelemnek a rabja, a halálnak a rabja, a haláltól való félelemnek, a reménytelenségnek a rabja. Magyarországon egyre jobban megy be sok ember életébe a depresszió. Arra, hogy nincs értelme az életemnek, inkább öngyilkos leszek. Volt egy időszak az életemben, amikor nagyon mély pontra kerültem. Két olyan övön aluli ütést kaptam, amivel azt mondtam, nem fogok tudni felkelni. Egy 13 éves srác, bár nem előre megfontolt szándékkal, de a tettének a következménye az lett, hogy megölte az első gyermekemet. Egy autóbaleset történt a feleségemmel. A feleségemnek medencetörés, bokatörés, szeméremcsonttörés, különböző izomkötegek kificamodva. És két olyan hírt kapok, amiből egy is elég lenne, hogy az egész életem nyomorba legyen. És most valami alkoholista legyek, vagy drogfüggő, vagy már felakasztottam volna magamat. Az egyik az, hogy ez az asszony soha nem fog tudni járni,